Kedves nézőink, a Dunaföldvár Televízió augusztus 9-ai adásával jelentkezünk. Jó estét kívánok! Tekintsék meg Földvár Mozaik című műsorunkat! Ma esti adásunkban a következő témákat láthatják. Karos forgalomirányítási versenyt tartottak a közlekedési rendőrök számára Dunaföldváron. Az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság meghirdette az Országos Karos Forgalomirányító versenyt, amely majd ősszel lesz Somogy megyében. Ennek megfelelően természetesen a megyei fordulót mi is megszerveztük azért, hogy ki tudjuk választani azt a legjobb versenyzőt, aki majd képviseli megyénket az országos versenyen. Az anyatej világnapján az anyatejes szoktatás fontosságát hangsúlyozták a kismamák körében a dunaföldvári védőnők. Óriási nagy szükség van rá, hogy propagáljuk az anyatejes szoktatást, hiszen olyan eredményeink még mindig nincsenek, amikor megnyugodhatnánk. Nagyon nagy szükség van, és ezt már hál' Istennek a kismamák is tudják, és már amikor várandósok, akkor készülnek arra, hogy majd szoptatni fogják a babájukat. És azért van rá nagy szükség, mert ez a legoptimálisabb táplálás az újszülött és a csecsemők számára. Megelőző biológiai módszerrel védekeznek városunkban a szúnyoginvázió ellen. Ez egy biológiai készítmény, amit használunk. Többféle permetező berendezéssel juttatjuk bele magába a vízbe, ahol a szúnyoglárva tenyészik, mint tudjuk, a szúnyoglárva állapotban a vízbe tenyészik. Itt már el van pusztítva ezzel a készítménnyel, ez egy engedélyezett készítmény Magyarországon, és már 8-10 éve jelen van az országban. Kevesen használják, még kicsit drágább, mint a vegyszeres kezelés, amit az imágokat pusztítja, úgymond a repülőcsípőszúnyogokat. Gazdag programmal várták a szervezők a rászoruló gyermekek számára szervezett napközistábor résztvevőit. Minden nap valamilyen főbb program köré szerveztük, ez legyen a bőrdíszműveskedés, vagy bármiféle kézműveskedés. Sajnos a lovaskocsikázás, vagy a motorcsónakázás az idén a rossz idő miatt, ugyanígy a strand is elmaradtak, de más egyéb programjaink, mint például a batikolás, vagy a különböző gipszeknek a kifestése. Kollégák nagyon tarka és színes programokat készítettek a gyerekeknek, amiben hát közösen vettek részt. Az idei betyárnapon is az egyik fő program a fogathajtó verseny volt. 20 fogat indult, de attól még több fogatunk volt, mert volt, aki csak kihozta a fogatát, hogy növelje a létszámot itt a verseny és a rendezvény során. A nézőket úgy nézzük, hogy egy olyan 5 és 600 fő között voltak. A következő futballszezont Hagymási Zoltán szakmai igazgató vezetésével kezdi meg a Holler UFC gárdája. Hát Holler Feri nálam végzett UEFA B tanfolyamot még Székesfehérváron, amikor én Közép-Dunántúli instruktora voltam, és úgy tartottuk a kapcsolatot, hál' Istennek a hallgatók többsége mindig keresgetnek telefonon, és mindig kérnek valami szakmai tanácsot, és itt valahogy a nyáron most is beszélgettünk, és úgy tudta, hogy most miért eljöttünk Diósgyőrbe Tornyi Barnabással tavaly, azóta úgy tengleng az ember már, mint én, és akkor felvetődött ez, hogy annyi munkája van, hogy hátra tudnék segíteni neki, és mondtam neki, hogy ha nem lesz más ilyen napi elfoglaltságú edzői munka, akkor szívesen jövök vissza Tolna megyébe. A közlekedési rendőrök Karos forgalomirányítási versenyének megyei fordulóját tartották Dunaföldváron. Mielőtt a részletekre térnénk, dr. Szecsei Zsolttal beszélgetek, és arra kérem, hogy mondja el, hogy ki is ő. Hát a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészet és autópálya felügyeleti osztályának vagyok a vezetője, másik minőségemben pedig a Tolna megyei balesetmegelőzési bizottság ügyvezető elnöke. Dunaföldvár belvárosában rengeteg rendőrt lehetett most látni, mi ennek az oka? Az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság meghirdette az Országos Karos Forgalomirányító versenyt, amely majd ősszel lesz Somogy megyében. Ennek megfelelően természetesen a megyei fordulót mi is megszerveztük azért, hogy ki tudjuk választani azt a legjobb versenyzőt, aki majd képviseli megyénket az országos versenyen. A karos verseny, ez azt jelenti, hogy irányítják karral a forgalmat a rendőrök? Természetesen ez klasszikus forgalomirányítást jelent a rendőr részéről.
Praktikusan mi a tapasztalat, mennyire emlékeznek az emberek a kresszvizsgájukra, a régi-régi kresszvizsgájukra, amikor kiáll a rendőr, tudják, hogy mit kell tenni, mikor mehetnek? Hát a tapasztalat azt mutatja, hogy azt nem mondhatom, hogy a többség nem ismeri a rendőri karjelzéseket, de azt mondhatom, hogy többen nem ismerik, mint ahogy azt mi gondolnánk, és van mit javulni ezen a téren. Visszatérve erre a versenyre, ez régóta megszervezésre kerül? Sok éves múltra tekint vissza ez a verseny. Nagyon sikeres és közkedvelt egyrészt rendőri körökben is, másrészt látványos a civilek számára is. Egyetlen egy év volt talán, ha visszaemlékszem, az elmúlt évtizedben, amikor ez elmaradt. Egyébként minden évben igen, hagyománya van. Országos versenyről van szó. Mi az oka, hogy Tolna megye, azon belül Dunaföldvár kapta ezt a kitüntető helyet, szerepet? Ezt mi mindig változtatjuk, nyilván unalmas lenne, és könnyen, gyorsan betanulható és megismerhető a rendőrök számára, ha mindig ugyanott lenne. Igyekszünk mindig másik városi rendőrkapitányság illetékességi területére tervezni. Nyilván a Tolnamegyei Rendőrfőkapitányság alárendeltségében 5 rendőrkapitányság működik, Szekszár, Tamási, Dombovár, Bonyhád és Paks ezeknek a területén, és ezen belül kisebb egységre bontva vannak ugye a rendőrőrsök, jelen esetben ez a Dunaföldvári rendőrőrs illetékességi területe, ahol van egy csodálatos útkereszteződés, amelyet mi úgy ítéltünk meg, hogy karosforgalom irányítása igazán alkalmas, nem túl nagy ahhoz, hogy ne lehessen lefedni egy rendőrrel, mert ugye ismerjük a páros forgalom irányítást is, viszont nem is olyan kicsi, amely túl egyszerűnek lenne mondható, azon kívül a paksi rendőrkapitányság szívesen szállt be a szervező munkába, amelyet mi nagy örömmel vettünk, és ezúton is köszönünk szépen. Versenyről van szó, mitől függ az, hogy egy rendőrt benevez vagy nem nevez, és ha már verseny, akkor mit kap a győztes? A versenyt meghirdettük, nevezni szabadon lehetett. Nagyon szomorú lettem volna, ha lett volna olyan rendőrkapitányság, honnan egyetlen nevezés sem érkezik. Szerencsére minden rendőrkapitányság képviselteti magát 1-2-3 versenyzővel, sőt a megyei főkapitányság autópálya alosztályai is, és a megyei forgalom ellenőrző alosztály is. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nincs olyan rendőri szerv a megyében, amelynek a közlekedési alegységétől legalább egy, remélhetőleg a legjobb, ne érkezett volna ide. A győztes milyen díjat kaphat? Szerényen oklevelet és kupát fog kapni. Nyilván itt nem valamiféle értékes haszon az, amellyel gazdagodni lehet, hanem maga a büszkeség, hogy valaki a legjobbnak bizonyul a megyébe, vagy éppen a második, vagy a harmadik legjobbnak. És hát önmagában az, hogy ő az országos versenyre juthat, és egyedül ő lesz ott Tolna megyéből, rendfokozatra tekintet nélkül természetesen. Szóba került, hogy nagy múltra tekinthet már vissza ez a versenysorozat. A korábbi győztesek a karrierjükben hasznát veszik egy helyezésnek, számon tartja a rendőrség az, hogy valaki itt helyezést, tehát első helyet kapott? Hát ha más nem, mi, akik ebben a közegben dolgozunk, ennél a szolgálati ágnál mindenképpen tudjuk azokról, akik ebben a legjobbak és helyezéseket értek el. Igazából ez szoros összefüggésben a rendőri, úgymond karrier előmenetellel nem áll, de csak érdekességként jegyzem meg, hogy jelen versenyen például azért tagja a zsűrinek egy nyugállományú rendőr tiszthelyettes kolléga, mert éveken át megnyerte ezt a versenyt, sőt nála van a vándorserleg, több mint 3-szor nyert, ezért úgy gondoljuk, ha valaki ő igazán profi, ismeri a gyakorlati oldaláról, a kisrendőr oldaláról, és ő például most már zsűri tag. Aki figyelmesen figyeli a forgalmat, az észrevehet nem csak saját tapasztalatból, hanem netán filmekből is olyan rendőri irányítást, ami egészen ilyen táncos produkció. Ez mennyiben kötött ennek a formája, mennyiben szabad a kreativitását elengedni az illetőnek, hogy olyan karrierzéseket adjon, ami teljesen a szubjektív megbelátásaira épül? Természetesen a rendőri karjelzések azok normában rögzítettek, mindenki tanulja, amikor vezetői engedélyt kíván szerezni. Ezt picit színezni lehet, szépen előadni, tartással, megjelenéssel, fellépéssel lehet, de egészen csak addig, míg meg nem változtatjuk azt, és egészen addig, amíg ezáltal nem tesszük kevésbé egyértelművé a járművezetőben a karjelzést, nem bizonytalanodik el tőle a járművezető, főleg egy ilyen versenyen nyilvánvaló, hogy jól néz ki, ha egy kis kreativitást viszünk benne, de még egyszer mondom, az előbb említett keretek között nyilvánvalóan.
A szempontok mások, mondjuk önmagában a megjelenés, az öltözet, az ápoltság, a kiállás, az, hogy hogyan foglalja el a felállítási pontot, hogyan veszi át az irányítást az előző versenyzőtől, aztán ott mennyire egyértelmű karjelzéseket ad, aztán ha valamelyik gépjárművezető nem ismeri a karjelzését, és nem olyan közlekedési magatartást tanúsít, ami elvárt, akkor ezt ő hogyan reagálja le, aztán hogyan fogja elhagyni a helyszínt, tehát ennyi, és még egy csomó szempont, ami a zsűritagoknál fel van jegyezve. Könnyű értékelni egy ilyen produkciót? Én azt gondolom, hogy nem, de sokat segít nyilván az, hogy mondjuk például olyan szakemberek is vannak a zsűribe, akik ezt oktatják, már mint a rendőri karjelzéseket, meg hát komoly szakmai múltra tekintenek vissza a közlekedésbiztonság terén. Most tehát a megyei forduló mikor lesz az országos? Egyelőre annyit tudunk, hogy valamikor kora ősszel, és Somogy megye vállalta fel a szervezést. Az Anyatej világnapja alkalmából a bölcsödében tartottak megemlékezést a kisgyermekes anyák. Augusztus 1-e az Anyatej világnapja, amelyet már Magyarországon, így Dunaföldváron is megünnepelnek a helyi védőnök, illetve a kismamák. Mennyire van szükség arra, hogy propagáljuk az anyatejes szoptatást? Óriási nagy szükség van rá, hogy propagáljuk az anyateljes szoptatást, hiszen olyan eredményeink még mindig nincsenek, amikor megnyugodhatnánk. Nagyon nagy szükség van, és ezt már hál' Istennek a kismamák is tudják, és már amikor várandósok, akkor készülnek arra, hogy majd szoptatni fogják a babájukat. És azért van rá nagy szükség, mert ez a legoptimálisabb táplálás az újszülött és a csecsemők számára. Mi mindent kap meg a csecsemő az anyateljel? Mindent megkap, és nagyon hosszan sorolhatnám, hogy az anyateljes táplálásnak, a szoptatásnak milyen előnyei vannak, és hál' Istennek időnként úgy érzem, hogy vannak kismamák, akik már még többet is tudnak erről nálunk. Mennyi ideig érdemes szoptatni a kisbabát? Igen. 6 hónapos korig kizárólagosan a szoptatást javasoljuk, és a későbbiekben pedig 2 éves korig is javasoljuk, természetesen egyéb más hozzátáplálással együtt. Védőnőként látsz-e különbséget az anyateljes szoptatással felnövekvő kisgyerek, illetve a tápszereken felnőtt kisgyermekek között? Bizonyára látok, mert szívem csücske az anyateljes táplálás, mint a többi védőnőjé is, és de ha nem is látjuk ezeket a különbségeket, akkor biztosan tudjuk és hisszük azt, hogy ezek a gyerekek, ezek sokkal többet kapnak azáltal, hogy szopnak, és sokkal többet kapnak tőlük az anyukájuk is ezáltal, és nyilván egészségesebbek, kevésbé allergiásak, és sorolhatnám. Említetted azt, hogy te magad is az anyateljes szoptatás egyik szószólója vagy, de gondolom, hogy védőnőtársaid is. Régóta vagytok már itt védőnök Dunaföldváron. Volt-e eredménye, látványos eredménye annak, hogy az anyateljes szoptatás mellett dolgoztok? Volt eredménye, és bizonyára nem csak a mi munkánknak a gyümölcse ez, ugyanúgy a gyerek egészségügyben dolgozó többi kedves munkatársunknak, elsősorban a gyerekorvosoknak, és óriási segítség még, amit a környezet, tehát a szűkebb és a tágabb környezet ad a kismamáknak a szoptatási időben, mert bizony ez nehézségekkel is jár, és hogyha a nehézségekben a szoptatóanyát támogatjuk, akkor neki sokkal könnyebb ezeket a nehézségeket megoldani. Hogyan fogtok ma megemlékezni az anyateljes szoptatásról, illetve hogyan fogtok propagálni emellett? Hát rendhagyó módon emlékezünk meg az anyatej világnapjáról 2011-ben, hiszen eddig mindig a védőnői tanácsadóban tartottuk ezeket az ünnepségeket. Azért rendhagyó ma, mert más a helyszín, a bölcsöde udvarát kaptuk meg, és ezúton is köszönjük a bölcsöde vezetőjének ezt a lehetőséget, és ilyen játszóház formájában, olyan céllal, hogy az anyukák nem csak a szoptatott babájukat, hanem a nagyobb gyerekeiket is elhozhassák, és ők itt jól szórakozzanak. Kis vendéglátás lesz, kis műsor, és természetesen köszöntjük a megjelent kedves szoptatós anyukákat és vendégeinket. Az idei évtől biológiai módszerrel írtják a szúnyoglárvákat. Kőszegi Dániel évek óta foglalkozik rovarírtással, szúnyogírtással, várossal is szerződésben áll. Hát az első klasszikus kérdés, hogy nagyon kevés a szúnyog, ez részben a ti munkátokat is dicséri, vagy van más oka is?
Hát igen, az idei évben a tavalyhoz képest meg főleg kevés szúnyog jelenlétet tapasztalt, gondolom mindenki országszerte. Hát ez többségében annak köszönhető, hogy nem volt idén alkalmas a szúnyognak a tenyészet kialakulására az időjárás, akkor amikor eső és pocsolyákkal kellett volna föltöltődni a száraz földeknek, akkor nem volt eső, a mezőgazdaság is gondolom érezte. Ez miatt van jóval kevesebb szúnyog, a maradékot pedig nagyon könnyen le tudjuk írni ezekkel a újonnan bevásárolt gépekkel, és ez a baktériumos szúnyoggyérítés, amivel idén támadtuk őket, nagyon jól körbehatároltak a maradék kis vizek, a vizesárkok, a Dunaföldvár területén elhelyezkedő kis mocsarak, és ezeket nagyon szépen ezzel a baktériummal kezelve kisekelt már a szúnyog, ezeket lárva állapotba elpusztítottuk, és így az idei év szinte nulla volt a szúnyog támadás, mondhatjuk így. Tehát a megelőzésre fektetitek a hangsúlyt. Így van, ez egy biológiai készítmény, amit használunk. Többféle permetező berendezéssel juttatjuk bele magába a vízbe, ahol a szúnyoglárva tenyészik, mint tudjuk, a szúnyoglárva állapotba vízbe tenyészik. Itt már el van pusztítva ezzel a készítménnyel, ez egy engedélyezett készítmény Magyarországon, és már 8-10 éve jelen van az országban. Kevesen használják, még kicsit drágább, mint a vegyszeres kezelés, amit az imágokat pusztítja, úgymond a repülő csípőszúnyogokat. Ennek van jövője, Nyugat-Európában már nagyon régóta használják, tehát 30 éves módja is van a szernek, többségében ezt használják, nagyon kevés vegyszerrel, hogyha a biológus rosszul állapítja meg a lárva fejlődési stádiumát, mert a fejlődés befejeztet előtt már nem táplálkozik, és nem eszi meg ezt a baktériumot, ami őt elpusztítaná. Valami miatt nem sikerül a kezelés, akkor ki kell a szúnyog, és akkor használ csak vegyszert, igazából ez a természetbarát biológiai szer alkalmazása lesz a jövő. A technikai téren nektek is meg kell újulnotok, szinte évente. Itt éppen egy új gépet látunk, amit a szem idén szereztél be. Mit tud ez a gép? Hát az alkalmazott szer, ami a régi melegködés, ugye a lakosság számára ez a füstölőgépként nyilvánul meg, ez a melegködképző generátor szakkifejezve. Úgy volt, hogy annak a használható szerrel be lesz vonva, be is vonták az egyik fajta szer, de közben sikerült a bájának engedélyezni egy új szert rá, mikor így a cégek az országból kiszúnyoggyérítéssel foglalkoznak, megijedtek. Sokan beszereztek hasonló gépezetet, ami nálunk is most már működik, itt a háta mögött látható. Ez egy ULV berendezés. Ez körülbelül ugyanazt tudja, mint a melegköd, csak láthatatlan. Úgy elporlassza a vegyszert, egy másfajta szert, mint a melegköddel használtunk alkalmazva, elporlassza, 30 mikron alá porlaszt, átlagban 20 mikronra a cseppméretet láthatatlanná teszi. Ez ugyanaz, mondjuk azt lehet elképzelni, hogy a repülőgép is ugyanaz az ULV szórófejeket, vagy eset hasonló, nem pont ugyanezeket, de hasonló elven ugyanúgy elporlassza azt a fajta vegyszert, amit a repülőgép húz. Ugyanaz a szer van alkalmazva földi kiszórásra is, és ez a gép ezt tudja, ezt az apró cseppes elporlasztást. Ennek az előnye az, hogy láthatatlan, nem zavarja a közlekedést, mondjuk főutaknál. A gép működési hangja nem hangosabb, mint az őt szállító járművé, úgyhogy hajnalban is lehet használni, vagy késő este nem zavarja lakosokat, mint a melegköd képző generátor hangos búgása. És egy radar szabályzós berendezése van ellátva, szóval a gép járműnek a sebességét érzékeli maga a permetezőgép, és annak megfelelően a sebességhez arányosítva szórja ki a vegyszert. Ha túl gyorsan megy a gép, akkor sok vegyszert juttat ki, mindig optimálisan tartva a kocsi mögött a vegyszerfelhőt. Ha kevés a sebesség, akkor a vegyszert ugyanúgy automatikusan elzárja, vagy elzárja a csapot, lelassítja az átfolyást, és ezáltal mindig optimális a vegyszer kijuttatása gép mögött is. Mivel vegyi anyagokkal dolgozó, gondolom, hogy szigorú rendszabályokhoz kell igazodni. Hát igen, az ANT és az Áltegészségügyi Hivatal is ellenőrzi a mi munkánkat, valamint az Országos Tisztorvosi Hivatal adja ki az engedélyeket a szúnyoggyérítésre, ezt már tavasszal ki kell kérni. Általában az a cég kap engedélyt, akinek szerződése van az adott önkormányzattal. Nekünk Dunaföldváron például, meg több más helyen is, de helybeli szerződésünk is van. Ezt az engedélyt már mi kikértük, mind a légi, mind a földi szúnyoggyérítésre, valamint ez a baktérium, amit az imént is említettem, ez a Bacillus thuringiensis kiszórására pedig egy entomológus doktorvégzettségű szakembernek a szakvéleménye előtt megelőzi az írtást, ez mindenképpen kötelező. Meg kell állapítsa, hogy milyen fejlődési stádiumban vannak-e a szúnyoglárvák, és azon az adott területen, ahol kezelést fogunk végezni, nincsenek a védett szúnyogfajok, mert ezek is előfordulhatnak, ha ilyet talál a doktor úr, akkor nem engedélyezi a biológiai szúnyoggyérítést. Ezt a szúnyoggyérítést hajóra is végezzük,
légiúton is működhet, egyelőre még nem alkalmaztuk, csak földibe, nagyon jó körbehatárolt területeket meg tudjuk akár ezzel a géppel, akár a hajóra szerelt permetező berendezésé, vagy háti motoros permetezővel, ha már jön a terep viszont, hogy nem tudunk bemenni járművel, vagy a hajónak túl sekély a víz, akkor pedig háti motorossal, kollégákkal végigjárjuk és befújjuk a megfelelő szert. Ha ez mondom nem sikerül, vagy pedig túl drágának találja egy önkormányzat, akkor pedig a vegyszeres kezeléseket, ami az imágokat, a már kikelt szúnyogokat fog elpusztítani. Melegköddel is tudunk dolgozni, mert a gép az még mindig rendelkezésünkre áll, valamint ez az új UV-s berendezéssel pedig támadunk a szúnyogok ellen. A nyárból van még egy kis idő hátra. Az utóbbi napokban hetekben elég sok csapadék esett. A szúnyoginvázió lehetősége nagyobb lesz ezáltal, így augusztusban? Hát hál' Istennek a mi gép felszerelésünk az elég sokrétű már, úgyhogy tudunk támadni megint csak, vagyis hát a támadást tudjuk hárítani. Nem valószínű, hogy durva a szúnyog jelenléttel kell számolnunk. Ez az eső lehet, hogy hoz még egy kis szúnyogot, előfordulhat, de már így az augusztusban már talán a nyár végével, olyan mint tavaly volt, valószínűleg a hozzáértő emberek is azt mondják, hogy már nem lesz. A lakosság is hozzásegített az idei ritka szúnyog jelenléthez. Az előszállás úti gazdaboltban megvásárolható ugyanaz a biológiai készítmény, amit mi is használtunk az írtások során idáig. Ez közforgalomban van, engedélyezettszer egy tabletta formátum, 200 liter vízhez lehet hozzárakni. Annyit kell tudni a készítményről, teljesen természetes anyag, nem veszélyezteti a kertitóban levő halakat, vízi csíbort, vízi növényeket. Ez a kezelt víz elpusztítja a szúnyoglárvákat, nem fog kikelni a szúnyog, már nem is fog minket csípkedni, és az általa kezelt víz még locsolásra alkalmas, és teljesen veszélytelen. Nagyon sok szúnyogot le tudunk magunknak tenyészteni, nem is gondolnánk a házi kerti tavakba, valamint a ciszternákba, aki mondjuk ezzel locsol, és szúnyog lárvát tenyészt magának, utána meg az udvarban nem bír a szúnyogoktól megmaradni. Ez ellen van az a készítmény lakossági forgalomba. 200 liter vízhez kezd hozzátenni, elpusztítja ugyanis a szúnyoglárvát, mint ahogy mi is elpusztítjuk a folyékony saját készítményünkkel, és hozzájárulhatunk az idei évi ritka szúnyog jelenléthez ezzel is lakossági szinten. Második alkalommal tartotta meg a Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálata a rászoruló gyermekek számára a napközis tábort. Ebben az évben sem maradt el a Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálatának nyári tábora. Hanyatszor? Hát nagy történelemmel még nem bírunk. Második alkalommal rendeztük meg a táborunkat. Kiknek a számára megy ez? Alapvetően rászoruló dunaföldvári gyermekek számára szerveztük meg a táborunkat. Ez mekkora szeretet érint a dunaföldvári gyerekekből? Hát jelenleg 38 gyerek volt, úgyhogy úgy éreztük a tábor végére, hogy kissé lehet, hogy túl is vállaltuk magunkat. Lehet, hogy ez a 30 körüli, a 36 alulról súroló, illetve 30 fő az elegendő lett volna. Hát későbbiekben majd korrigálunk egy kicsit. Csak nem mertünk, nem tudtunk nemet mondani, mert a szülők úgy kérték, hogy hadd jöhessen a gyermek a táborba. Szóba került az, hogy rászoruló gyermekek számára milyen szempontok alapján válogatják ilyenkor a gyermekeket? A tavalyi tapasztalatok alapján rendeztük meg az idén is a táborunkat. Nem volt semmiféle különösebb szempontrendszer annak, hogy besoroljuk, hogy ez a gyerek jöhet, ez a gyerek még nem jöhet. Én azt gondolom, hogy ez a hivataloknak a dolga, hogy itt tólik határokban szabják meg azt, hogy ki rászorult, illetve ki nem rászorult. A szülők becsületére bíztuk ezt, vagy az ő lelkiismeretükre pontosabban. Ismerősek ők már? Ismerősök, így van. Sajnos nem tudtuk a tavalyi mind a 60 vagy több mint 60 gyermeket befogadni, az idén csak egy hétre szűkítettük, ugye, mint mondtam az imént a tábor időtartalmát, de így is, mint az előbb említettem, majdnem 40 gyermek vett részt az egy hét alatt. Egy hetes tábor, tehát bent lakásos, bent alvós? Nem, ez egy napközi otthonos tábor volt. Ez a 8-tól 4-ig a fő munkaidőben történt a gyermekeknek a program szervezése alapvetően. Hogyan nézett ki egy napjuk? Minden nap valamilyen főbb program köré szerveztük, ez legyen a bőrdíszműveskedés, vagy bármiféle kézműveskedés. Sajnos a lovaskocsikázás, vagy a motorcsónakázás az idén a rossz idő miatt, ugyanígy a strand is elmaradtak, de más egyéb programjaink, mint például a batikolás, vagy a különböző gipszeknek a kifestése, kollégák nagyon tarka és színes programokat készítettek a gyerekeknek, amiben hát közösen vettek részt.
rászoruló gyermekek számára szerveztétek ezt. Értelemszerűen nem ők fizették, viszont fizetni nyilván kellett. Kik támogatták? Hát a legfőbb támogatónk a DIT Kft. Volt, ezúton is szeretném megköszönni Rátk Géber Lászlóné ügyvezető asszonynak és a Magyar Máltai Szeretetszolgált helyi csoportjának az aktív, hát mind anyagiakban, mind pedig személyi hozzájárulásban, mert sok kollega segített abban, hogy létrejöhessen és zöggenőmentes lehessen ez a tábor. És ezeken túlmenően mindenkinek, akikhez akár eljuthattunk, lásd a, például a várba felmehettünk a toronyból, nagyon tetszett a gyermekeknek az, hogy ott körbenézhettek a városba. Ez az egyhetes tábor teljes ellátást jelentett a gyerekek számára? Teljes ellátást, így van, 10 órai ebéd és uzsonna, és bőséges volt. Én, ahogy tapasztaltam, a gyerekek nagyon örültek neki, és kielégítő volt számukra. Értelemszerűen akkor van, aki pénzzel, van, aki természetben támogatta a tábort. Igen, mint mondtam, például a Málta önkéntesei munkájukkal, illetve a bizonyos terményekkel járultak hozzá. A szülőknek 1000 forintjába került minden gyermeknek az, hogy részt vehessen a táborba. Én azt gondolom, hogy nem olyan nagy költség, és ebből sikerült a különböző nyersanyagokat, amik így a, például a bőrdíszművesnek vagy az arcfestéshez kellettek hozzájárulnunk és megvásárolnunk az eszközöket. Néhány szót a szervezőkről. A Máltai Támogatószolgálat szervezte tehát, kik vettek részt benne? Hát alapvetően a két kolléganőmnek, Adorján Mónikának és Hajdók Jánosnénak szeretném megköszönni az áldozatkész munkájukat, mert elképesztően sokat dolgoztak az elmúlt egy hét alatt. Aztán Süveges Józsefnek, a gépkocsi vezetőnknek, illetve hát én voltam kikiáltva úgymond a tábor vezetőjének, de hát sosem érzem így, hogy az enyém lenne itt a fő dicsőség, inkább a kollégáknak volt itt óriási munkájuk. És a tematikus programok vezetői? Így van, minden napra volt valaki, aki hozzájárult ahhoz, hogy valami köré szervezhessük az adott napot. Igen, népszerű volt a gyerekek körében a táncház. Igen, ez Borzavári Róza vezetésével, illetve Borzavári Róza és Kovács Attila vezetésével sikerült megvalósítanunk az utolsó napon. Nagyon is jó volt, hogy az utolsó nap jöttek, mert akkor már a gyerekeknek a lendülete egy kicsit kezdett alább hagyni. És ez nem csak egy táncház volt, hanem népdalokat tanítottak, énekeltek, különböző népi játékokat, már zenéhez köthető játékokat értelemszerűen tanítottak a gyerekeknek, és a legrosszabb gyerektől kezdve a legjobbakig ott körbeülték és a zenészeket, és együtt játszottak a zenészekkel, ez nagyon jó volt. Ezen túlmenően részt vett a táborban egy arcfestő, ez Hegyi Vivien volt, nagyon köszönöm neki ezúton is, illetve a bőrdíszműves, aki megjelent nálunk, és egy egész napot eltöltött, ő pedig Nyúlni Erika, Kunszent Miklósról. Neki is nagyon köszönöm azt, hogy jelenlétével, ahogy azt szokták mondani, emelte a tábor fényét. Hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek értékes bőrdíszművekkel, bőreszközökkel, illetve ékszerekkel térhessenek haza. Tematikus programok tekintetében a tavalyi évhez képest új emberek jelentek meg. Ők még nem szerepeltek tavaly, vagy igen? Nem, ők most jelentek meg, illetve most kértük fel őket, hogy jöjjenek. Próbáljuk pontosabban minél tarkább és színesebbé tenni azt az egy hetet, ami rendelkezésünkre áll. Külön szeretném megköszönni a lehetőségét a táboroztatásnak, Petkó Tamásnak, katolikus plébánosunknak, illetve a cserkészeknek, hogy beengedtek minket a cserkészházba. Ezen kívül a rendőrségnek, illetve a tűzoltóknak azt, hogy eljöttek és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a gyerekeknek tartalmas kikapcsolódásuk legyen, valamint a nyugdíjas klubnak, vezetőjüknek, Németh Névának, hogy egy szerdai napon palacsintást sütöttek a gyerekekkel közösen. Ez azt jelenti, hogy jövő esztendőben ismét? Hát a szülők bíztattak minket, hogy igen, jó lenne a jövőre, és én bízom benne, hogy erőnk és időnk engedi. És a források is rendelkezésre állnak majd? Bízom benne, igen. Sikeresnek értékelték a szervezők az immár harmadik alkalommal megtartott Dunaföldvári Betyárnapot. Lezajlott és sikeres volt a harmadik Dunaföldvári Betyárnap. István, megkönnyebbültél a nap végén? Igen, megkönnyebbültem. Azért volt szervezni való. Igen, volt, nagyon sok szervezni valunk. A sikert az jelzi, hogy talán többen voltak, mint a korábbi években, akár nézők, akár versenyzők. Így van, a nézők és a versenyzők is nagyobb számmal jelentek meg, mint idáig.
Valamiféle számadattal tudnánk ezt érzékelni, hogy körülbelül hányan látogattak ki a nap során, illetve hány fogatos indult? Hát a 20 fogat indult, de attól még több fogatunk volt, mert volt, aki csak kihozta a fogatát, hogy növelje a létszámot itt a verseny és a rendezvény során. A nézőket én úgy nézzük, hogy egy olyan 5 és 600 fő között voltak. A leglátványosabb természetesen itt a fogatartás volt. Ugye több kategóriában indultak a versenyzők. Mely kategóriák voltak ezek? Hát volt hagyományos fogathajtás, aztán délután volt egy sprint versenyünk, meg egy vadászhajtás délután. Ez a vadászhajtás mit jelent? Ön érdekesnek hangzik? Hát a vadászhajtás az kevesebb akadállyal és kevesebb idővel zajlik, hogy gyorsabb, pörgősebb legyen az esemény. A kategória győztesek neveit megemlíthetjük? Igen, a délelőtti kategóriában ifjabb Tuba Károly nyert Madocsáról, a délutáni sprintversenyt pedig helyi színekben nyerte Gálik Ferenc. Tehát volt földvári győztes is. Így van, örülünk neki, hogy volt földvári győztesünk is. Sikeres volt a meghívott fiatal csoportoknak az előadása, a táncosok, illetve a mazsorestecsek. Ez hagyomány, hogy évenként őket meghívjátok? Minden éven hívunk meg versenyzőket, vagy ilyen táncosokat. Most más táncosokat hívtunk, akiket tavaly, hogy egy kicsit másabb is legyen a hangulat. Nagyon érdekes volt a csikós bemutató, hiszen itt a lovakkal alaposan szinkronba kell mozogni a bemutatóknak, a versenyzőknek. Kikből állt ez a csapat? Kik jöttek erre a bemutatóra? Hát Madocsáról, vagy Bölcskéről érkezett a Tóth Lajos, a Maszlak Gábor, és Dunaföldvárról a Gálik Ferenc. Önmagában ez nagyon látványos. Sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy a ló ennyire engedelmes legyen? Nagyon-nagyon sokat kell velük foglalkozni, hogy ennyire tudják a lovak, amit kell csinálniuk. A leső sajnos kicsit megzavarta a délutáni műsort, hogy a Dunaföldvári Korda Balázs páros végülis azért fellépett. Így van, az eső ellenére végül is ők is felléptek, és ők is előadtak egy pár műsorszámot. Visszatérve a fogatok versenyére, miben tudtak a győztesek felülkerekedni a többieken? Tehát miben volt jó az első helyezett? Hát az első helyezett az hibátlant hajtott, és időben sokkal jobbak voltak, mint a többiek. Az utánpótlás biztosította a fogat területén, a Dunaföldváron? A fiatalok is azért lóra ülnek, illetve kocsira ülnek? Igen, már vannak több fiatalok, ilyen 11 pár évesek, akik háton is próbálkoznak, kocsiba is próbálkoznak, úgyhogy bízunk benne, hogy lesz utánpótlásunk. Hát egy ilyen nap nyilván nagyon jó reklám a lovas programokhoz, illetve a fiatalok számára, hogy a jövőben bátran vállalkozzanak ilyen jellegű tevékenységre, vagy sportra, hiszen sportágnak is nevezhetjük. Így van, így van. A szervező munka az azért volt, hiszen egész nap itt talpon kellett lenni. Ugyanakkor anyagiakba, pénzbe is került ez a rendezvény. Így van, hát nem kevés pénzbe került, és adományokban, amit a támogatóktól kaptunk, itten hozzá értve a zöldségfélétől, az üdítők, a kenyér, meg hát sok minden más, amit minden támogató, és persze az anyagi támogatóktól is, amit kaptunk, azt is az ajándékozásra költöttük meg, amire még szükségünk volt, azt minden. A lovaknak, amit kaptunk, takarmányt, azt is egy helyi támogatótól kaptuk, hogy itten a vendéglovakat meg tudjuk vendégelni. Mennyi ételt osztottatok ki a nap során, hiszen itt volt sorban állás is? Hát olyan 400 főre főztünk, főzött nekünk a szakácsnő, és ingyen osztottuk az ebédet mindenkinek, aki itt volt. Jövőre nyilván lesz folytatás, hiszen most már 3 ilyen rendezvény van a hátatok mögött. Azért a tapasztalatok sokat jelentenek. Jövőre még ügyesebben, még jobban lehet megszervezni egy ilyen nagy rendezvényt. Így van, szeretnénk jövőre is megszervezni, szeretnénk ugyanebben az időpontban megszervezni, hogy folyamatosan úgy ne más időpontokban, hanem egy azonos időpontban sikerüljön összehoznunk mindent. A szomszédos településeken is vannak hasonló jellegű rendezvények. Jártok oda is? Így van, a Madocsára járunk már 3-4 éve folyamatosan. Tőlük is lehet tanulni sok mindent. Így van, tőlük is nagyon sok mindent tanulunk. A Holler UFC új szakmai igazgatóval kezdi meg a következő futballszezont. A
Hagymási Zoltán labdarúgó szakember neve jól ismert a magyar labdarúgó életben, hiszen számos elsősztályú klubnál tevékenykedett, nyártól pedig a Holler UFC szakmai igazgatója lett. Hogy került sor erre a kinevezésre? Hát Holler Feri nálam végzett UEFA-B tanfolyamot még Székesfehérváron, amikor én Közép-Dunántúli instruktora voltam, és úgy tartottuk a kapcsolatot, hál' Istennek a hallgatók többsége mindig keresgetnek telefonon, és mindig kérnek valami szakmai tanácsot, és itt valahogy a nyáron most is beszélgettünk, és úgy tudta, hogy most miután eljöttünk Diósgyőrbe Tornyi Barnabással tavaly, azóta úgy tengleng az ember már, mint én, és akkor felvetődött ez, hogy annyi munkája van, hogy hátra tudnék segíteni neki, és mondtam neki, hogyha nem lesz más ilyen napi elfogadtságú edzői munka, akkor szívesen jövök vissza Tolna megyébe. Nagyon sokat hallunk erről a szakmai igazgatói státuszról, nagy csapatoknál és kis csapatoknál is. Mi konkrétan a feladat egy ilyen igazgatónak? Gondolom nem elsődlegesen a csapat összeállítás. Hát ez most mindenki igazgató, tehát az MLS-ben is egy halom igazgató van, mióta új rendszer van, vagy új elnök van. Nem hiszem, hogy itt mélységbe beleken egy igazgató, most ez annak idején utánpótlás szakágvezetőnek hívták, tehát itt ugye a Holler UFC egy önálló utánpótlás egyesület, tehát elvileg szakmailag, tehát a nevében így van benne, hogy szakmailag kellene koordinálnom itt az egyesületet, tehát van 6 csapat, és akkor ezt szeretném segíteni az én tapasztalataimmal. Nyilván a feladat között szerepel az esetlegesen a tehetségek felkutatása, valahol a itt kibontakozó tehetségek további karrierjének a legyengetése. Igen, az első szempont az, hogy tehát egy rendszert állítsunk föl, tehát valamilyen szinten van is egy örömteli, hogy Dunaföldváron azért a Holler UFC-nek itt hétfőn is itt van, ha 60-70 gyerek volt a pályán, tehát közel 100 gyerek van, tehát ez egy, én úgy gondolom, ez egy nagy dolog. Itt a megyét is nézve, hogy ahogy itt olvasom, tehát elég hát idézőben ramatja állapotban van most itt a futball, tehát kevés csapat van, tehát fontos ez, hogy most először rendet rakjunk, egy stratégiát kiépítsünk, egy koncepciónk legyen, tehát én szeretem dolgoztatni a kollégáimat, és ezt meg is követelem tőlük, és ezután jöhet a szakma, hogy mindenki a saját képzettségének és a képességeinek a gyerekekkel ugyanazt a munkát tudják elvégezni, ami elő van írva, és ezáltal majd reményeink szerint biztos vagyok látni ügyes gyerekeket, és akkor hál' Istennek ezzel van Paks, itt van Dunaújváros, ahol most NB2 lett, de Paks is itt van NB1, meg hát annyi helyen már megfordultam, hogy tehát ha olyan csemeték vannak, és van hozzá kedvük, és a szülői háttér is olyan, akkor a lehetőség adott lesz, én úgy gondolom, hogy megmérettessék magukat akár magasabb és NB1-es csapatoknál is. Gondolom ezekben a napokban ismerkedik a helyi feltételekkel. Milyen technikai feltételeket talált itt Dunaföldváron a pályával, öltözővel kapcsolatban? Hát a pályára azt mondják a fiúk, hogy régen szép volt. Én mindig itt a 6-os út mellett láttam, ugye, hogy eljöttem, hogy itt akkor NB3 volt itt a 80-as években, ha jól tudom, tehát az jól nézett ki. Hát most egy kicsit így ramagy, tehát mind látszik, hogy talán nem gondozzák annyit, de ennél vannak sokkal rosszabb pályák, tehát mesélhetnék Diósgyőrbe, hogy milyen körülmények vannak, tehát most a Győrről ne beszéljünk. De én azt mondom, hogy egy utánpótlás csapatnál, egy megyei csapatnál igaz, hogy sajnos csak egy pálya van, tehát jó lenne még valahol, vagy mellette még egy kisebb pálya, de én úgy gondolom, hogy a tárgyi feltételek a pályák, tehát nem ebben lesz itt, nem ebben van inkább a probléma, hanem tényleg az, hogy szemléletbe kellene egy kicsit megváltoznunk, de arra megvevők a kollégák, tehát hál' Istennek. Gondolom nem újdonság a fiatalokkal való foglalkozás, hiszen tevékenysége során találkozott már utánpótlás korú fiatalokkal. Hát igen, elég rég. Tehát én 88-ban kezdtem edzősködni Bogyiszlón az általános iskolában, 4.-5. osztályjal, és 14 évvel nem játszhattam NB2-be Szekszárdon, csak mindig ifi meccs, meg kupa meccseken, amikor volt az ominózus Totó botrány, akkor ülhettünk ott a padon. Tehát én 14 évig utánpótlás edző voltam, és hál' Istennek a tényleg a Bogyiszlótól a Tatabánya NB1 szakág vezetőig minden lehettem. Tehát nem új már, de megmondom őszintén, tehát most már jó pár éve, tehát inkább a felnőttekkel edzek, de ez a szakmai igazgató poszt, tehát voltam én Budapesten is szakmai igazgató, egy Szent István nevezető egyesületnél. A gyerekeim, az egyik az futbolozik, tehát azért napra készek vagyok, majd napra kész vagyok az utánpótlásból is. Köszönjük szépen, és jó munkát, valamint sok sikert kívánunk a továbbiakban önnek és a csapatnak. Én is köszönöm szépen. A ma esti adás bármikor megtekinthető a www.part-oldalak.hu című internetes weboldalon. Műsorunkat a Kábel TV péntek este 20, illetve vasárnap délelőtt 10 órától ismétli. Kedden egy hét múlva a szokásos időpontban új adással várjuk Önöket.